begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Seit vielen Jahren ist der Ungarndeutsche Nationalitätentag in der Sekszárda Valéria Dénes Grundschule Tradition. An diesem Tag können die Schüler Einblick in die Traditionen und Bräuche der Ungarndeutschen gewinnen. Im Verlauf des thematischen Programms konnten die Kinder unter anderem die Zita kennenlernen, an Handwerkbeschäftigungen teilnehmen und auch echten schwäbischen Strudel zubereiten. Hosszú évtizedekre nyúlik vissza a német nemzetiségi kultúra ápolása a Szekszárdi Dénes Valéria általános iskolában. A megyei jogú városban elsőként oktatták ebben az intézményben a német nyelvet, mondja az igazgató. Magát a nemzetiségi napot 7 éve rendeztük meg először az iskolában, először még a Wunderland Kindergarten segítségével, 5 éve pedig már önállóan, illetve pályázatok segítségével. Nagyon sokaknak az iskolából, a kollégáknak és a gyermekek közül is német nemzetiségi elődei, ősei, nagymamái, dédmamái vannak, és számukra is nagyon fontos az, hogy ezeket a hagyományokat, amikben ők éltek, születtek, azért az unokák is megismerjék, és egy picit közelebb kerüljön hozzájuk. A német nyelv tanulása is éppen ezért nagyon fontos az ő életükben, úgyhogy erre mi nagy hangsúlyt is fektetünk, hiszen bázisiskola is vagyunk, és a programunkban is többek között ezt tűztük ki az egyik fontos célul, hogy a nemzetiségi hagyományokat kutassuk, ápoljuk és átörökítsük. Tulajdonképpen nem csak ezen a napon zajlanak a programok, hiszen az egész hét erről szólt már. Minden nap valami külsős helyszínen voltak a tanulóink, bizonyos évfolyamokon, Mecseknádasdon, Bátaszéken, Baján ismerkedtek meg a németek kultúrájával, megismerkedtek a tájházzal, illetve rétest készítettek. És a mai napon is nagyon érdekes program vár, minden évfolyamnak más és más helyszíneken szerveztünk különböző hagyományőrző programokat. Van például tánctanulás, Németh Tibor segítségével a Steyer citerát is megismerhetik a gyerekek, kézműves foglalkozásokon vesznek részt, van, aki felmegy a Heinekottó emlékházba és megtanulják az igazi sváb rétesnek a készítését. Egy évfolyamunk Geresdlakra utazik, ők megismerik az ottani tájházat, a kiállításokat és a híres nevezetes geresdlaki gőzgombóc készítésének a titkát is. Sütni is fognak itt helyben a tanulóink, és megismerhetik a régi iskolának a felépítését is például, vagy a régi sulis szokásokat, tantárgyakat és eszközöket is. Az iskolában 480 diák jár. Az igazgató elmondása szerint 75%-uk tanul német nyelvet. Heti 6 órájuk van, ebből 5 óra német nyelv és irodalom, egy pedig német népismeret, illetve a két nyelvű osztályoknak szakos órákat is tartunk két nyelven, például német természetismeretet, éneket is tanulnak két nyelven, testnevelés órán is zajlik két nyelvű oktatást, földrajzot és történelmet is két nyelven tanulnak a gyerekeink.
Von der Buhler Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung wurde am Samstagnachmittag ein ungarndeutscher Nationalitätennachmittag, die sogenannte Stimmungsparade, im Erzsébet Vigadó organisiert. Im Programm taten das Duo Hana, die Fekeder Klumpenjäger-Tanzgruppe und der Fekeder Chor, die Total Brass Band und die Badesacker Heimatfolk-Tanzgruppe auf, sowie Buri Ratting hat gesungen und Hedi Hana Akkordeon gespielt für das Publikum. A Fekedi Klumpenjäger tánccsoport több mint 10 éve alakult, a Fekedi énekkar pedig már több mint 30 éves. A megfiatalított kórus és a táncosok színes műsorral készültek a Bói Stimmungsparade elnevezésű rendezvényre. Nagyon vegyesek vagyunk egyébként, mert nagyon sok a Fekedről elszármazott, akik a tánccsoportban vannak, meg az énekkarban is, tehát ez egy ilyen képlékeny. Van nekünk egy baráti körünk, egy szülőföldünk baráti körünk is, azoknak a tagjai ölelik a tánccsoportot, énekkart szinte egybe. De nekem onnan jött, hogy én gyerekkoromban is népi táncos voltam, a Vimindi tánccsoportban, és akkor hát hosszú ideig nem, mert amikor az ember családot alapít egyéb, tehát és akkor hát egy ismerősünk 50. szülinapján jött össze ez a társaság, és akkor rájöttünk, hogy mi még tudunk táncolni, és akkor alakítottunk egy tánccsoportot. De rendszeresen próbálunk, mi általában hetente, hogyha az időnk engedi, akkor hetente próbálunk éneket is, meg egyszer táncot is. A bátaszéki Heimat tánccsoport mórágyi táncokkal és polkákkal készült. Ez a tánccsoport 1977-ben alakult, és Glöckner János alapította, és hát azóta is töretlenül működik. Ez a tánccsoport, ami most színpadra fog lépni, ez 2016. szeptemberében alakult meg, és hát már azóta együtt táncolunk, bár voltak kisebb szünetek így a pandémia alatt, de szerencsére egy nagyon jó kollektíva alakult ki. A műsorunk három táncból fog állni, és mindegyik egy nagyon kis vidám táncocska lesz. Az egyik a mórágyi táncok, ami már viszonylag ikonikusnak számít a tánccsoport berkein belül, a másik kettő pedig a friss és a pepi polka. A családomnak az egyik része az sajnos nem tartja a hagyományokat, de a nagypapám az baranyai sváb, szóval az én sváb gyökereim innen jönnek. A program szervezője Háner Róbert zenetanár, aki maga is fellépett feleségével és a Total Brass együttessel is. Baranya az ilyen szempontból erős, mert erős a svábság, és szerintem itt elég sok programok vannak, úgyhogy itt nem probléma összeállítani, itt az emberek érdeklődnek ezek a programok iránt. Én is jó magam sváb vagyok, sváb származásomban, Székely-Szabadocsában a német önkormányzatot, azon kívül zenetanár vagyok, és ezt így összehoztam egybe, és idestóban már 14. éve, vagy 15 éve csináljuk ezeket a műsorokat. Háner Róbert lánya Hédi harmonikán játszik, ő is megmutatta tudását a délután folyamán. Anyukám mondta először is, hogy olyan hangszert válasszak, amihez tudok énekelni, és vagy gitár jött szóba, vagy a harmonika, és én a harmonikát választottam. Megtetszett, hogy sokfajta műfajt lehet játszani rajta. Klasszikust, svábot. Kedvelem a sváb zenét, és játszom is szívesen. A kultúra ápolása az egyik ilyen fontos feladatunk, a német kultúrának az ápolása, a továbbadása az ifjú generációnak. Ez az, ami most már majdnem másfél évig elmaradt, ugye nem volt rá lehetőség a Covid-helyzet miatt. Most igyekszünk bepótolni, ez az ősszel a második olyan rendezvényünk, ahol kulturális csoportokat hívtunk meg. Az előző rendezvényünken a bói csoportoknak adtunk lehetőséget a bemutatkozásra, ez egy zenei délután volt, most pedig egy Stimmungsparade Háner Robival és csoportjaival címet adtuk neki, mert most ők hozták a műsort, vidéki fellépőink vannak különböző településekről, énekkarok, zenekar, szólók, duók, tánccsoportok, és ennek mi most nagyon örülünk, hogy másokat is meg tudunk nézni és megmutatni a bóiaknak. Thank you.
Die Jinka Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung organisiert eine Ausstellung mit dem Titel Erbe unserer Nation aufgrund der Privatsammlung von Josef Kisch. Der aus Jink stammende Josef Kisch lebt in Deutschland und ist Gymnasiallehrer für Geschichte, Deutsch und evangelische Religion. Seit 1998 sammelt er die Gegenstände der Ungarndeutschen, vor allem aus dem Komitat Tollnau. Seine Privatsammlung ist Teil der Sammlung von Werten des Komitats. In dieser Ausstellung standen die verschiedenen Trachten und Textilien im Mittelpunkt. Das Besondere am ausgestellten Material ist, dass Josef Kisch vieles in Deutschland sammelte und von den dort lebenden Ausgesiedelten wieder nach Ungarn zurückbrachte. Auf der Eröffnungsfeier traten Schüler und Lehrer des Jinka Lajos Tollnai Gymnasiums auf. Josef Kisch hatte das Gefühl, dass man das Erbe der Ahnen nicht vergeuden darf. So begann er in Jink und seiner Umgebung die Gegenstände des Ungarndeutschtums zu sammeln. Also kurz zu meiner Person. Ich bin von Jönk gebürtig. Mein Vater stammte von Jönk, die Mutter war von Waschat. Und ich erzähle das sehr gerne, dass ich von Jönk sehr viel noch von früher wissen kann, weil meine alte Großmutter sonntags immer die Freunde bei sich eingeladen hat. Und das war jeden Sonntag so. Und dann habe ich als Kind da sitzen dürfen und ich habe vieles, vieles also von Jönk erfahren. Und dann fragen die Leute, woher weißt du das alles? Sag ich, ja, die alte Großmutter war noch geboren 1896 und sie kannte Jönk in- und auswendig. Schönes wie Schlechtes, Gutes wie Schweres. So, also ich habe 1998 war ich hier in Jönk zu meinem Heimaturlaub, weil ich sonst in Deutschland Lehrer bin und ich kann nur in den Ferien heimkommen. Und dann waren die Döbrekeser Kaufleute durch Jönk gefahren und haben gerufen, haben Sie Bauernmöbel, haben Sie Schwabenmöbel? Sag ich, ja. Dürfen wir uns das anschauen? Sag ich, nein. Und dann ist es mir durch den Kopf gegangen, was bleibt denn in Jönk, wenn wir alles hier verkaufen für wenig Geld? Und die alte Großmutter hat immer gesagt, ja, es war ja alles so schön, wie die Deutschen noch daheim waren. Ja, die Deutschen mussten 48 zu Ostern Jönk verlassen. Ja, und hier blieb halt eine Handvoll noch. Und sie haben dann sehr zusammengehalten, also die noch geblieben sind. Aber das war nur der Zusammenhalt in der evangelischen Kirche sonntags zum Gottesdienst oder bei der reformierten Kirche zum Gottesdienst. Das Besondere am Material ist, dass Josef Kisch vieles in Deutschland sammelte und von den dort lebenden Ausgesiedelten zurück nach Ungarn brachte. Und dann habe ich angefangen, ja, was mache ich denn? Und in Waschat war eine nette Familie und die wollten nach Höjes ins Altersheim gehen und sie haben gesagt, der Josef Kisch soll kommen, der will doch alte Hänfnetücher, der will doch alte Sachen haben. Und so bin ich auf Waschat und dann hat die Frau Kern ein schönes Halstuch rausgeholt und dann sage ich, wo sind die anderen Teile von der Tracht? Und dann sagte sie, ja, mein Kind, das ist in Deutschland. Frag doch in Deutschland. In Ungarn waren die armen 50er Jahre, wo wir nichts mehr haben konnten oder vieles umgeändert haben, neu genäht haben. Und so haben wir nichts mehr. So. Und dann habe ich in Deutschland, in Frankfurt, viele Warschauer Bekannte gefragt. Und dann durch Mundpropaganda ging es weiter. Und so konnte ich dann sehr, sehr viel Schönes, Altes zusammensammeln. Und dann, was mir besonders am Herzen liegt, das sind die zwei Großen, die hier vorne stehen. Das sind echte Jönker nachgenähte Puppen. Und diese Puppe mit dem roten Oberteil ist jetzt zu der Ausstellung fertiggestellt worden. Und gestern war die Frau von Sexard, die Till Janoschne, die Marika hier, und hat die Puppe extra für diese Ausstellung fertiggestellt. Und die andere hat sie vor 10 Jahren vielleicht fertig gemacht. Und dort ist die Schürze noch original und das Handtuch. Und die Schürze war von Kisch-Dormasch und das Handtuch von Kolosno. Und sonst aber die ganze Tracht ist nach einem Jönker-Originalstück nachgenäht worden. Also ich sammle gerne durch ganz Ungarn oder über das Gebiet von Altungarn.
Und ich habe gute Kontakte in Deutschland zu Siebenbürgen Sachsen und auch zu den Batschka-Schwaben. Und so sind einige Puppen aus der Batschka sogar, was heute die serbische Batschka ist, aus Bukin. Und das Schöne ist das Marienmädchen mit dem weißen Gewand. Und das Marienmädchen hatte eine reiche Tradition, weil die katholischen feiern doch Maria Himmelfahrt, 15.8. Und dann hatten die eine Prozession. Und die Mädchen, die die Marienstatue als Himmelskönigin getragen haben, die haben sich immer so weiß angezogen, ohne Schürze, aber so schön weiß war ihre Tracht. Auf der Eröffnungsfeier traten Schüler und Lehrer des Jinka-Lajos-Tolnai-Gymnasiums auf. Es gibt zahlreiche Varianten für die Zubereitung von Sama, anders genannt von gefüllten Krautwickeln. Auf einigen Gebieten belegt man den Boden des Topfs mit Speck. Zwischen die Schichten kommen geräucherte Wurst oder geräuchertes Fleisch. Auch das Würzen der Füllung ist je nach Volksgruppe und Region unterschiedlich. Auch die deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Kosa hat ihr eigenes spezielles Rezept. Zum gefüllten Kraut gehört Peitschenstrudel. Ein typisches schwäbisches Gericht auch dazu. A nagykozári német nemzetiségi önkormányzat igyekszik megragadni minden olyan lehetőséget, mely a település kulturális életének színesítését, értékeinek megőrzését teszi lehetővé. Ezáltal igen sokfajta tevékenység megvalósításában vesz részt. Mint ahogy lehet tudni, Nagykozár ugye több nemzetiségi település, vannak horvátok, svábok és a magyarok. A önkormányzata is van mindegyikünknek, van horvát önkormányzat, német is, meg a nagy is. Én képviselő is vagyok, alpolgármester vagyok, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindegyikünk, tehát hogy minden nemzetiség próbálja megtartani a hagyományait. Próbálunk visszanyúlni a gyökerekhez és fönntartani azokat a hagyományokat, amiket eddig is megtartottunk, és próbáljuk ezt tovább éltetni. Mi heti rendszerességgel jövünk össze, péntek esténként. Ez egy olyan úgynevezett zsíros kenyér parti, amikor mindig, minden héten be van osztva, hogy melyik család készül, és akkor mindenki, aki saját pálinkáját, saját borát és a sváb süteményét hozza. Tehát, hogy nem krémes süteményekre kell gondolni, hanem inkább keltésztákra, kevert tésztákra, palacsintákra. Tehát, amiket még a nagyszüleink és a dédszüleink készítettek, azokat próbáljuk így tovább örökíteni, hogy olyankor kicsiknek a nagy örömére, mert ugye ők nagyon szeretik az édességet, és hát nagyon szépen úgy beilleszkedtek már, és úgy nagyon jó el vannak velünk péntek esténként is, a kicsik is. A Nagykozári Német Nemzetiségi Önkormányzat az idei Szárma Fesztiválra különleges töltött káposztával készült. A fűszerezésünk nem áruljuk el, de annyit elárulnék, hogy van benne abalé, amit disznóvágáskor el szoktunk tenni, és ilyenkor, amikor van ez a Szárma Fesztiválunk, akkor elővesszük a fagyasztóból, és azt is hozzátesszük. Hát füstölt áru van benne, húsos csont, és hát azok az egyedi fűszerek, de van különleges fűszer, nincs benne, tehát só, bors, paprika, tehát az általános fűszerek, tehát nincs benne semmi olyan különleges. És mi most rizssel készítettük, ugye régen gerslével, illetve hát árpagyöngyel készítették, de mi most már a mai hagyományoknak megfelelően rizssel főzzük. A töltött káposztán kívül sós és édes sütemények is kerültek az asztalra. A kelt ostoros rétes tipikus svábétel. Ez kelt ostoros rétes, ami úgy készül, hogy a kelt tésztát földarabolom 6 darabra, kisodrom vékonyan, beletekerem a kakaós margarinos krémet, föltekerem csíkokra, két csíkot összetekerem és kisütöm.
a tepsiben. A szárma, más néven a töltött káposzta elkészítésének számtalan változata van. Egyes vidékeken a fazék aljára szalonnát, a rétegek közé füstölt kolbászt vagy füstölt húst is tesznek. Máshol a darált hús fele-fele arányban sertés, illetve marhahúsból áll. A töltelék ízesítése is népcsoportonként és területenként eltérő. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit für heute. Auf Wiedersehen.